Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Címbalom Világszövetség alapításának 30. évfordulója alkalmából szervezett fesztivál első koncertjén. A mai koncerten az évforduló alkalmából megjelent kottás album darabjait fogjuk bemutatni, magyar zeneszerzők címbalom szólóra és dúóra írt műveit. Ezek a művek eddig nem jelentek meg nyomtatásban. A kottás albumot a Címbalom Világszövetség tagjai ajándékban kapják az évfordulóra való tekintettel. És most szeretném Önöknek bemutatni Virág Mihály kerületi képviselőt, aki köszöntött mond a Címbalom Világszövetségben. Tisztelettel köszöntöm a megjelent kedves vendégeket, a házigazdákat, szervezőket és a művészeket. A 30 éves Címbalom Világszövetség jubileumi rendezvénysorozatának nyitó programján, Rákoshegy zenei szentélyében, itt a Bartók Zeneházban. Négy világrész, 32 országának tagjaiból álló szövetség egyedi a maga nevében, melynek különlegessége, hogy elsősorban egy nemzetközi szervezet, melyben vannak magyar tagok is. Felemelő érzés számunkra, hogy 1991-ben Pécset alapított szövetség bejegyzésén székhelye Budapest, alapítója és elnöke professzor Herencsel Viktória, címbalom művész. Különösen fontos e tekintetben a kerület szerepe, pontosan a Rákosmente, mint székhely. Mert így hosszú-hosszú évek óta részesei lehetünk az ide szervezett hangversenyeknek. USA, Japán, Kína, Csehország, Szlovákia, Svájc, Ukrajna, Belorusszia, Németország, Görögország, és sorolhatnánk az országokat, akik résztvevői voltak a rangos zenei eseménynek. 2011-ben is itt került megrendezésre a 20. évfordulón a Nemzetközi Kongresszus 20 ország résztvevőivel a Vigyázos Sándor Művelődési Házban. Önkormányzatunk a fővárosban talán egyedüliként. A lehetősége ez mérten mindig támogatta ezeket az igen magas színvonalú koncerteket, és a szándékától a jövőben sem kíván eltérni. Kívánjuk, hogy a címbalom kultúra ilyen fokú terjesztésének még sokáig lehessünk tanúi Magyarországon, Budapesten, Rákosmentén is, mint ahogy mi és Önök itt vagyunk, és nincs más dolgom, mint azt kívánjam Önöknek, tartalmas. Nagyon szép estét kívánok. Köszönöm képviselőnek a köszöntést, és most kezdődjön a koncert. Elsőként Karpas Ferenc neves zeneszerző Zalai Változatok címbalomra szóló kompozícióját hallják előadásomban, melyet a szerző 1980-ban alkotott. A kézirat a zeneszerző fia Farkas András által jutott hozzám, aki édesapja halála után a hagyatékban találta a kottár között ezt a darabot, és elküldte nekem. Ez érdekes volt számomra, mert Farkas Ferenc több művet is írt nekem, de erről a darabjáról nem tett soha említést. Hallgassák meg Zalai Változatok címmalomra. Thank you.
születésének körülményei azzal kezdődött, mikor Rékai Iván zeneszerző megkeresett a 80-as években, hogy szívesen írna cimbalomról műveket. Nem sokkal később elhozta hozzám három kompozícióját, melyet nem sokkal később be is mutattam az Alkotó Muzsikusok Társasága által szervezett koncerten, mely társaságnak az alapító tagja volt a zeneszerző. Most volt tanítványom, Zuzana Stracsinova fogja önöknek bemutatni ezt a három kis kompozíciót, melynek címei Cseppkövek, Erdei Kápolna romjai, Diagenezis, vagyis közötté válás. A művek 1988-ban és 89-ben íródtak. Következik Zuzana Stracsinova Szlovákiából. Thank you.
zeneszerzővel, a Balassagyarmati Nemzetközi Zenei Tábornban ismerkedtem meg, aki felfigyelt a cimbalom technikai lehetőségeire és hangzásának szépségére. Ennek hatására dedikálta nekem Nocturne című kompozícióját, majd egy évvel később öt ételből álló cimbalom fantázia szóló darabot adott el. Komponált egy cimbalom duót is, mely megjelent nyomdai formában már. Tervezett még további cimbalmos műveket, de fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt, emiatt már nem születhetett több cimbalom darab. A kéziratban fennmaradt Nocturno és a cimbalom fantázia kompozíciója került bele a most kiadott albumba. Ebből hallgassák meg előadásunkban a Nocturno és a cimbalom fantáziából a harmadik Scherzo tétel. Thank you.
fiók zeneszerzői sajnos már nincsenek közöttünk. De a következő kompozíciók zeneszerzői jelenkorunk zenei életének meghatározó zeneszerzői. Dubrovai László szóló numero 15 című négy tételből álló szóló cimbalom darabját nekem dedikálta. Most volt tanítványom, jelenleg doktorim, növendékem a Beszterczebányai Művészeti Akadémián, Andrea Stracinova előadásában fogják hallani a kompozíciót. Fogadják szeretettel Andrea Stracinovát! Thank you.
Thank you.
János Gregorián ének kompozíciójával Hiroshi Saito volt japán növendékemen keresztül találkoztam. Tanulmányai idején hozta el a kéziratot, melyet meg is tanult, és Japánban visszatérése után többször is játszott. Nekem is nagyon megtetszett a zenemű archaikus hangzása, mely nagyon jól illik a cimbalomhoz, ezért én is több alkalommal játszottam. Most hallgassák meg ezt a kompozíciót. Thank you.
tanulmányaim során találkoztam, aki akkor a Zeneakadémián tanulta a zeneszerzést. Tanárnőm, Tarjáni Tótina mindig szívesen fogadta az ifjú zeneszerzőket, akik próbálkoztak kompozíciókat írni a cimbalom számára. Természetesen a cimbalmos növendékek, többek között én is játszottunk az érdeklődő fiatal zeneszerzőknek, akik közül az egyik Darvas Ferenc volt. Az egyik alkalommal egy dóval állított be az órára, melynek az öt kis darab két cimbalomra címet adta. Az egyik szólamára ráírta A. Victoria. Nemrégen kutattam a kottáim között kamara darabot keresve növendékeimnek. Ekkor találtam rá a kéziratra. Úgy gondoltam, ezt is megjelentettem az albumba, mert az ifjúság számára kitűnő tananyag. Emiatt felhívtam a zeneszerzőt, aki nem emlékezett a darabjára, amit 1968-ban komponált. És most nagyon sok év után visszaemlékeztünk ifjú korunkra. És itt van közöttünk Darvas Ferenc zeneszerző, köszöntsük szeretettel! Most pedig hallgassák meg az öt kis darabot, Andrea Stracinova és Zuzana Stracinova előadásában. Thank you.
Thank you.
hogyha már egy dó bekerül az albumba, legyen benne egy másik is. Csernicki Miklós Preludium Passacaglia és Fuga két cimbalomra kompozíciójára esett választásom, mert eddig ez a kompozíció sem jelent meg nyomtatásban. Természetesen még sok olyan cimbalom kompozíció van, ami csak kéziratban van, és jó lenne megjelentetni, hogy fennmaradjon az utókor cimbalmosai számára is, de most csak ennyire volt lehetőség. A Kotta megjelentetése a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, és hogy ezeket a darabokat most be tudtuk mutatni, azt a Magyar Művészeti Akadémia támogatásának köszönhetjük. Mielőtt koncertünk befejezésül megszólal Csernicki Miklós darabja, szeretnék köszönetet mondani a Rákosegyi Bartók Zeneház vezetőjének, Bokor Juttának, hogy helyszínt biztosított számunkra. Köszönöm önöknek, hogy eljöttek meghallgatni a koncertet, és remélem a fesztivál többi koncertjére is ellátogatnak. A műsorfüzetet kint lehet belőle venni, akit érdekel a további programunk. Holnap az 5-10 művelődési házban 19 órakor kezdődik nemzetközi koncertünk csehszlovák, ukrán, moldáviai, iráni és magyar közreműködőkkel. Vasárnap szintén 19 órakor a Zenem Akadémia Solti termében nemzetközi népzenei koncert lesz. 12-én a Vigyázó Sándor Művelődési Központban kórai magyar cimbalom koncertet hallhatnak. 14-én Gödöllőn, a Művészetek Házában világzenei produkcióval zárul az ünnepi koncertsorozat külföldi előadó művészekkel. Ennek a koncertnek a kísérő programja egy kiállítás lesz, mely bemutatja a Cimbalom Világszövetség 30 éves tevékenységét. Kiadványok lesznek kaphatók, cimbalmos tanuló növendéket fogják megszólaltatni a kiállítót. A hangszereket, de önök is kipróbálhatják valamennyit. Lesz közöttük azért érdekes cimbalmok a világból. És akkor most befejezésül hallgassák meg Csernicki Miklós Preludium Passacaglia és Fuga című kompozícióját, melynek előadója élesztek tanítványommal, Andrea Stracinovával. A zene után pedig a mellékházban várom önöket a fesztivál nyitófogadására.